A keresztes félhold egy ketten vagy négyen játszható csatajáték, amelyben az oszmán birodalom, illetve a magyar királyság seregei csapnak össze. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt és négy játékosra elegendő játékelemet. A játéktér kerete puzzle-szerűen összerakható, maga a játéktér pedig ilyen kétoldalas tereplapkájú rakható ki. A szabálykönyv végén négy forgatókönyv látható, én pedig most az 1664-es Szent Gotthárdi csatát készítettem elő. Én most alapvetően a két fős játék szabályait ismertetem, de a videó végén röviden kitérek a négy fős játék módra is. A játékosok döntsék el, hogy ki melyik félel lesz, és üljenek egymással szemben. A Szent Gotthárdi csatában a folyó által némileg leszőkített térfélen lesz az oszmán sereg, a szövetséges sereg pedig ezen az erdősebb oldalon, és itt van egy falu is. A játékosok vegyék magukhoz a saját színű korongjaikat, erőkockáikat, pontjelölő korongokat, amelyek a nullás mezőre kerülnek az egyes, illetve a tízes értékek esetében is. Mindenkinek szüksége lesz egy ilyen paravánra, és a saját kártyákra, kétfős esetén minden színből egy-egy paklényi kártyára lesz szükség, tehát a másikat vissza kell helyezni a játék dobozában. Az átláthatóság kedvéért egy kicsit most félreteszem ezt a paravánt, de majd jelzem mindig, hogy mikor van rá igazán szükség. A játékosok helyezik a seregkártyáikat maguk elé a megfelelő szimbólumú mezőkre. A kártyák két oldalasak, az alap oldal fehér színű, a másik oldal pedig sárga elnevezésű, illetve ikonozású. A játék elején a fehér oldalra lesz szükség. Ezeket tehát az ikonok alapján helyezzük a megfelelő mezőkre. A parancskártyák közül két fős játék esetén ki kell venni a hírvívőt, illetve a haditanácsot. Ezek visszakerülnek a játék dobozába. Majd meg kell keresni az összes ilyen pecséttel megjelölt kártyát. Ezeket a pecséttel megjelölt kezdőkártyákat a játékosok helyezik maguk elé. A többi parancskártyát pedig képpel lefelé kell fordítani. Fontos, hogy ezeket a kártyákat nem kell megkeverni, majd a játék folyamán újabb parancskártyákhoz juthatunk, és azok közül majd szabadon választhatunk. 7-7 saját színű erőkockára lesz szükség, ezeket helyezzük magunk elé. A kimerültség jelölőkből, illetve a híd, valamint sánc tereplapkákból Képezzünk egy készletet a játéktér mellett, majd készítsük elő a saját csapattornyainkat. A gyalogosok, a pikások, a muskétások, illetve a huszárok három korongos tornyat fognak alkotni. Egy-egy torony, tehát egy-egy egységet fog jelenteni. A vértesek tornyában két korong lesz, a pattantyús toronyban pedig mindössze egy korong. És az ellenfélnél is ugyanígy kell előkészíteni az egységeket, itt mások az elnevezések. Azab, Baltacsi, Janicser, Akinji, Spáhi és Topcsi. A török fél lesz a kezdőjátékos, és a játékosok felváltva feltesznek egy-egy csapattornyot a saját térfelükre. Mégpedig az első három sorban folyóra nem rakható egység, és a tüzérek, azaz a pattantyús, illetve a Topcsi, kizárólag a legelső sorba kerül, tehát minden játékos a hozzá legközelebb eső sorba helyezheti azt. Miután a játékosok felváltva minden csapattonyot felhelyeztek, kezdődhet is a játék. A játék több fordulón tart, és minden forduló két fontos fázisból áll. A felkészülés fázis során, a paraván takarásában minden játékos parancskártyákat oszt ki a seregkártyák alá, emellett pedig az erőkockákat is szét kell osztani a seregkártyák között. A második fázis pedig az összecsapás. Ilyenkor a játékosok a kezdőjátékossal kezdve felváltva egy-egy sereget kiválasztanak, és az összes hozzátartozó parancskártyát végrehajtják. Ebben a fázisban a játékosok pontokat szereznek, amelyeket itt a saját pontozósávjukon kell lekövetni. Utána pedig elő kell készíteni a következő fordulót, minden fordulóban változik, hogy ki lesz a kezdőjátékos, és az egészen addig így megy, amíg a játék véget nem ér. A játéknak pedig akkor van vége, ha egy fordulóban valamelyik fél eléri a legalább 50 pontot. A játék végén még össze kell számolni, hogy a két fél csatában elveszített csapat korongjainak mennyi a különbsége, és a két fél vesztességek közti különbséget pontként az a játékos kapja meg, aki, aki kevesebb korongot veszített. Ezt követően pedig, aki több ponttal rendelkezik, megnyeri a játékot. Az első fordulóban még kizárólag ilyen szürke színű parancskártyákkal rendelkezünk majd. Ezek a pecsétes kártyák mind ilyenek. De azért ezen belül is vannak különböző típusú kártyák. Minden kártyának a jobb felső sarkában látható, hogy mennyi a parancspont értéke. És minden seregkártya alatt legfeljebb egy parancskártya lehet, de nem kötelező minden seregkártya alá parancskártyát helyezni. És fontos még, hogy az összesített értéke a kiátszott parancskártyáknak legfeljebb 6 lehet alapjáraton. Ezek a szürke alapkártyák önállóan is kiátszhatók. A bíbor, illetve zöld színű parancskártyák azonban önállóan nem játszhatók ki, tehát mindenféleképpen egy szürke alapkártyával együtt kell kiátszani őket. Tehát a játékos megteheti, hogy mondjuk egy ilyen kártya mellé berak egy bíbor színű kártyát, illetve ezt akár ide is behelyezheti, de más szürke kártya mellé is. Azok a kártyák, amiknél a parancspontnál kör látható, a játék folyamán érvényesülnek, azonban az ilyen díszes keretek azonnali úgynevezett előzetes akciót jelentenek, ami azt jelenti, hogy rögtön a kiátszásukkor érvényesíteni kell. Például a vitéz hagynagy esetében e kártya kiátszásával azonnal plusz egy kártya lehet a kezedben, azaz egy újabb kártyát lehet elvenni, a fejlesztéssel pedig azonnal fejleszteni kell azt az egységet, ahova ezt a kártyát kiátszottuk. Ilyenkor a kártyát az alapoldaláról a fejlesztett oldalára kell megfordítani, és már az aktuális fordulóban is az új képességet, új értékeket kell figyelembe venni. Fontos, hogy minden egységnél minden kártyatípusból legfeljebb egy lehet, és a bíbor, valamint zöld kártyák között az a nagy különbség, hogy a zöld kártyák egyszer használatosak, azaz a használatok után teljesen kikerülnek a játékból, míg a többi kártya a dobópakliba kerül majd. Ahogy említettem, fontos, hogy alapvetően 6 értékben lehet parancskártyákat kijátszani, így jó esélye marad a kezünkben kártya, és még mindig a paraván takarásában ki kell osztanunk az erőkockáinkat. Minden egység legfeljebb annyi kockát tartalmazhat, amennyi itt látható rajta. És ezzel tulajdonképpen az adott fordulóra fogjuk meghatározni, hogy mennyire erős az az egység. Ezeket szabadon szétozhatjuk az egységeink között, figyelembe véve az erőlimiteket. És attól, hogy egy egység alatt nincs parancskártya, még kerülhet rá erőkocka. Amikor mindkét játékos végzett mind a parancsok kiosztásával, mind pedig az erőkockák szétoztásával, elveszik a paraványukat, felfedik egymás számára a lehetőségeiket és sor kerül a második fázisra, az összecsapásra. A kezdőjátékossal kezdve felváltva kerülnek sorra a játékosok, és alaposan áttanulmányozhatják, hogy a másik játékosnak milyen lehetőségei lesznek a forduló során. Amikor pedig egy játékos sorra kerül, akkor kiválasztja egy seregkártyáját, ami alatt legalább egy parancskártya van és a seregkártyához tartozóan az összes parancskártyát végrehajtja, majd utána a másik játékos következik. A különböző egységek alapvetően mozoghatnak, támadhatnak, tereptárgyat építhetnek, hidat, illetve sáncot, és egyes seregtípusokhoz több torony is tartozik, például itt kettő gyalogos torony is van, amikor a parancskártya úgy fogalmaz, hogy mozog és vagy támadj egy ilyen egységgel, akkor ki kell választani a két egység közül az egyiket, és azzal végrehajtani a parancsot. De vannak olyan kártyák is, amik lehetővé teszik, hogy minden egységgel mozogjon és vagy támadjon a játékos. Például az általános támadás esetén az összes pikás végrehajtatja ezt az akciót. Fontos, hogy amikor egy egység támad, akkor meg kell jelölni egy ilyen kimerülés jelölővel, kétfajta kimerülés jelölő van, ez pedig azért lesz fontos, mert az az egység, aki az aktuális fordulóban támadást hajtott végre, az a következő fordulóban nem támadhat, és majd csak az azutáni fordulóban kerül le róla ez a kimerültség jelölő, ekkor újra támadhat, és egy adott fordulóban minden támadó egységre oldaltól függetlenül ugyanolyan színű kimerültség jelölő kell, hogy kerüljön. Így, ha úgy tetszik, Mondhatjuk azt, hogy a páratlan, illetve a páros fordulók számára különböző színű kimerültségjelölők van, így lehet nyomon követni, hogy mely egységek lesznek azok, amelyek még kimerültek, és melyek azok, amik már a következő fordulóban támadhatnak. A támadások során pontokat lehet majd szerezni, de ennek a második összecsapás fordulónak a végén úgy is pontokat lehet szerezni, hogy a játéktér felén túra kerülünk az egységeinkkel, és minden olyan tornyunk, ami a térfél a túloldalán van, független attól, hogy hány korong van abban a toronyban, 2-2 pontot ér, ezt tehát itt ennek a fázisnak a végén le kell lépni, és ha van olyan parancskártyák, amit nem tudtunk végrehajtani, mert mondjuk a hozzátartozó egység megsemmisült, tegyük fel, hogy a pikásokkal szerettem volna végrehajtani valamit, de már egy pikásom sincs a játéktéren, tehát nem tudtam végrehajtani a parancskártyát, akkor minden ilyen kényszerű parancs visszavonás mínusz egy pontot ér. A forduló végén pedig elő kell készíteni a következő fordulót, le kell venni azokat a kimerültség erőlőket az összes egységről, amelyek még az előző fordulóban kerültek fel. Mindenki visszahelyezi a paraványját a seregkártyák fölé. Az erőkockákat vegyük le, de hagyjuk azokat a paravánt takarásában. A kiátszott parancskártyákat el kell dobni a zöld kártyák teljesen kikerülnek a játékból. Ezt követően minden játékos fel kell, hogy töltse a kézben tartott kártyáit a kézlimitig, ami alapjáraton 7 kártya. Ezt a következőképpen kell megtenni. A kézben maradt kártyákat meg kell tartani. Ehhez a teljes pakliból egy vagy két új kártyát lehet felvenni. Fontos, hogy itt nincs véletlenszerű kártyahúzás, tehát mindig a teljes paklit végig kell nézni, és egy vagy kettő tetszőleges kártyát lehet kézbe venni, és ezt követően a dobópakliból annyi kártyát kell visszavenni a kézbe, hogy a kézben lévő kártyák elérjék a kézlimitet. Így tehát igen, izgalmasan lehet fordulóról fordulóra frissíteni a lehetőségeket az eldobott kártyák miatt sem kell annyira aggódni, bele kell kalkulálni, hogy azok közül mennyit tudunk visszavenni, és ezekkel az új lehetőségekkel felvértezve tudunk nekivágni az új fordulónak. És akkor nézzük meg, hogy milyen akciókat is tudnak végrehajtani ezek az egységek. A mozgás során a parancsot végrehajtó torony legfeljebb annyit léphet, amennyi a seregkártyán látható. Tehát egy mozgás akcióval például egy gyalogos torony egyet mozoghat, de például a huszár akár 3-at is. A mozgásértéket nem kell teljesen kihasználni, és a mozgás mindig szomszédos, üres mezőre kell, hogy történjen. Az oldalszomszédosságot, illetve az átló szomszédosságot ugyanúgy figyelembe kell venni. Tehát például ez a huszár három távolságra mozokat így, hogy egy, kettő, három. Folyón csak úgy nem lehet átkelni, saját egységet tartalmazó mezőre sem lehet lépni. Ha pedig egy torony Erdőbe vagy városba lépne be, akkor ott azonnal meg kell állnia. Tehát hiába lenne itt ennek a huszárnak három lépése, hogyha ő ide lép az első lépésével, akkor itt is marad. Az erdő esetében ez ugyanígy van. Bár a folyó fölött el lehet majd lőni távolsági támadással, tereptárként lehet építeni ezzel a parancskártyával például. Kidépítéskor egy ilyen hídlapkát kell rakni, azzal az egységgel szomszédosan, aki a tereptárgy építése parancsot végrehajtja. Híd pedig kizárólag egyenes folyószakaszra építhető, kanyargósa nem, és ha egy folyószakaszon van híd, akkor azt már lehet használni, tehát például ez a vértes már áthaladhat rajta. Bár ezen a terepen most nincs hegy, de egy csapattoron sem mászik fel hegyre, így a hegyeket, a dombokat meg kell kerülni, az erdőben tartózkodva nem dördül el lövés, tehát onnan ki, illetve belőni távolsági támadással nem lehetséges, közelharc azonban majd folytatható erdőben is. A városból pedig ki lehet lőni, és oda be is lehet lőni, viszont amikor városba lő be valaki, akkor mínusz egy a támadó értéke. Fontos továbbá, hogy erdőn átlőni sem lehet, tehát amennyiben itt van egy egységes, tud kettő távolságra lőni, akkor sem támadhatja meg az itt lévő egységet, hiszen közöttük erdő van. Ez ugyanígy igaz a városnál, a dombnál, a hegynél is, és ellenséges, illetve saját csapattorony fölött sem lehet átlőni. A játékosok építhetnek sáncot. Ezt a híthoz hasonlóan ezzel a parancskártyával lehet megépíteni. Sánc csak síkságra építhető, és arra a mezőre kerül, ahol az építő csapattorony tartózkodik, vagy azzal szomszédosan, tehát például az a csapattorony megépítheti maga alá, vagy saját magával szomszédosan. A sáncon álló csapattorony védelmet élvez szemből, illetve a két szemből átlós irányból, és a sáncot a későbbiekben az ellenség is elfoglalhatja, illetve a sáncokat le is lehet rombolni, ahogyan a hidakat is. És akkor nézzük meg magát a harcot. Közelharcban úgy lehet támadni, hogy tulajdonképpen arra a mezőre lépünk egy csapattornyunkkal, amelyik egységet meg szeretnénk támadni. Tehát például ez a vértes kettő mozgással, hogyha így lép, akkor tulajdonképpen arra a mezőre lépve, ahol a baltacsi áll, megtámadja azt, és támadásnál össze kell hasonlítani a két csapattoronynak az erejét. Egy-egy torony erejét egyrészt meghatározza, hogy mennyi erőkocka van rajta, tehát például a vértes kettő erőkockával most kettes erővel bír, a baltacsin egy erőkocka van, így egyes erővel bír, azonban van egy különleges képessége, és ezt is figyelembe kell venni. Lovasokkal szemben plusz egy erővel bír, így neki is kettes az ereje így. Emellett pedig egyéb parancskártyák is módosíthatják az erőt, tehát mindent figyelembe véve kell megállapítani, hogy melyik toronynak mennyi az ereje kisebb pontszámmal nem is indítható támadás, tehát ezt figyelembe kell venni. Egyenlőség esetén alapvetően nem történik sebzés, és annyi a következmény, hogy a megtámadott torony hátrébb kell, hogy lépjen a saját alafonalára merőlegesen, a támadó pedig belép a helyére. Ha a hátralépés során akadályba ütközne ez a torony, például itt lenne egy másik torony, akkor átlósan hátrafele is léphet, Azonban, ha ebben teljesen akadályozva lenne, tehát például egy kicsit visszajátszva a dolgot, így történne a támadás, és nem tud visszalépni sem a közvetlenül mögötte lévő mezőre, sem átlósan, akkor egyel még hátrább kell, hogy lépjen, viszont így elveszít egy korongot a toronyból, és ha ezt többszörösen meg kellene egy ismételje, és többszörösen hátrébb kell lépjen, akkor minden alkalommal elveszít egy korongot a toronyból. Sebzés pedig alapvetően akkor történik, hogyha a támadó nagyobb erővel rendelkezik, mint a védő. Tehát például, ha a támadó hármas erővel bír, a védekező pedig kettes erővel bír, akkor egy korongot elveszít. Azonban több korong is elveszíthető, mert igazából a különbséget kell sebesülni. Azaz, ha például a támadó hármas erővel bír, a védő pedig mindössze egyessel, akkor kettő korongot is elveszít. Azaz, mindig a különbséggel megegyező mennyiségű korongot veszíti el a védő. És figyelembe kell venni az előbb ismertetett akadályokat, illetve korongveszteségeket. Fontos, hogy egy-egy torony nem tud szétválni, az mindig egy egység marad, és tulajdonképpen a korongmennyiségek az életerőt jelképezik. Ebben a konkrét esetben egyébként a vértes képessége az, hogy egyenlőségnél is sebez, tehát hiába kettes az ereje neki, és a baltacsinak is kettes az ereje, a képesség miatt sebesülni fog egyet így is. Ha pedig egy egység távolsági távonással bír, ez itt látható, például a muskétás kettő távolságra tud lőni, akkor neki nem kell lépéssel, illetve közvetlen mezőre lépéssel támadnia, hanem mondjuk legfeljebb kettő lépés távolságból, Rálőhet egy ellenséges egységre. Itt is igaz, hogy legalább azonos erővel lehet támadni, kisebb erővel nem. Minden egyéb ugyanúgy működik, mint a közelharcnál, tehát a hátralépés is, illetve a korongveszteség is. És természetesen itt is figyelembe kell venni a következő képességeket. Például a muskétás, ha nem lép, akkor plusz egy erővel támad. Így mondjuk ebben az esetben egy erőkocka van rajta, és ha mondjuk az adott fordulóban nem lépett, és úgy hajtott végre támadást, akkor plusz egy erőt kap, tehát kettő a nulla ellen. A gyalogosnál pedig majd azt kell figyelembe venni, hogy erdőben, sáncban és lakott területen plusz egy erővel harcol. Tehát a különböző sereg képességeket mindig figyelembe kell venni, és az alapján kell meghatározni az erőt, illetve a csata végkimenetelét. A csatáknál pedig a pontozások a következőképpen történnek. Minden meghátrálásra kényszerített védő egy pontot jelent a támadónak, tehát ha nem is tudunk valakit megsebesíteni, akkor is érdemes lehet hátrébb küldeni. Egyrészt lépés hátrányba kerül, másrészt pedig egy pont így is jár érte. Amikor pedig a védő csapatkorongot is veszít, akkor minden egyes elveszített csapatkorong 2-2 pontot ér a támadónak. És fontos, hogy bár ilyenkor a védő hátra lép, azért külön pont nem jár. Tehát a például ez a muskétás megtámadja ezt az azabot, és mondjuk 2-0 az erőérték, akkor a támadás miatt kettő korongot elveszít ez a játékos, ez négy pontot ér, az itt lévő koronga pedig egyel lép, de azért plusz pont már nem jár. A játékosok tehát felváltva aktiválják az egységeiket, mozognak, támadnak, építenek, rombolnak, a forduló során pontokat szereznek, a forduló végén pedig a térfélen túl lévő csapattornyok kettő-kettő pontot érnek, a kényszerűen visszavont parancsok pedig mínusz egy pontot, és fordulóról fordulóra követni kell a pontszámot, mert abban a fordulóban, ahol bármelyik játékos eléri az 50 pontot, még végig kell játszani a fordulót, az elveszített csapatkorongok közötti különbséget pontszámként megkapja az a játékos, aki kevesebb korongot veszített, és aki ezután több ponttal rendelkezik, megnyeri a játékot. A szabálykönyv végén részletes leírás található minden seregkártyáról, mind az alap, mind a fejlesztett oldalról. A parancskártyák részete is megtalálható itt, és bizony jó sok van belőlük. Ezek nagyon változatos módon befolyásolják a lehetőségeket, és ahogy említettem, tervszerűen hozzá tudunk jutni, tehát nincs kártyahúzás, nincs véletlenszerűség benne. Itt megtalálható a négy forgatókönyv, némi történelmi adalékkal is. A szabálykönyvben pedig a négy fős játékhoz tartozó szabályok pirossal vannak kiemelve, így könnyebb áttekinteni ezeket. A játékosok két, két fős csapatként küzdenek meg egymással. Mindenkinek lesz saját paklia, saját erőkockákkal. A játékosok megkapják a haditanács és a hírvívő kártyákat. Ezekkel tulajdonképpen a szövetséges kapitányjal tudunk interakcióba lépni. Ebben a játékmódban mind a két kapitány adhat utasítást akár ugyanannak a csapatnak, ugyanabban a fordulóban. Egy-egy csapattoronynak négy fős játék esetén akkora védőreje, amennyi a két partnerjátékos erőkockáik közül a magasabb érték, tehát nem adódik össze a két érték, hanem a magasabbat kell figyelembe venni, támadás esetén pedig egyértelműen a támadó játékost kell figyelembe venni. Módosul némileg a kézlimit, illetve az erőkockák limitje. Négy fős játék esetén pedig minden játékos külön-külön is számolja pontjait, amellett, a csapat közös pontjait ugyanúgy le kell lépni itt, és a játék úgyis véget érhet, ha valamelyik kapitány a személyes pontozósávján eléri vagy meghaladja a 40 pontot, és négyfős játék esetén meg kell vizsgálni a győztes fél két kapitányának pontértékeit, és csapaton belül a magasabb ponttal rendelkező kapitány lesz a csata végső győztese. A kereszt és félhold sok-sok háborús csatajátékhoz képest egyszerűbb és egyértelműbb szabályokkal bír, miközben nagyon gazdagok a stratégiai lehetőségek komoly tervezésre, megfontolt kártyaválasztásokra, erőbeosztásra és manőverezésre lesz szükség ahhoz, hogy legyőzzük az ellenfelünket. Aki szereti a történelmi hátterű játékokat, és nem riad meg attól, hogy itt nincs szerepe a szerencsének, tegyen bátran próbát a kereszt és félholdal. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod, és feliratkozol a csatornára